Sziasztok, kedves nézők és szeretett csatornatagok! Mai videóban méltóvá válik a csatorna a Históriák névre, ugyanis egy nagyon izgalmas témát hoztam el nektek, mégpedig a holdraszállás rejtélyeiről fogunk ma közösen elmélkedni. Olyan kérdéseket fogunk ma feszegetni, hogy vajon tényleg megtörtént-e a holdraszállás, és miért kezdtek el kételkedni benne az emberek több mint 50 évvel később. Ha viszont megtörtént, miért nem küldtünk azóta se embereket a holdra? Erre szedtem össze elméleteket, gondolatokat, de ebben nem fog a videó témája kimerülni, mert izgalmas teóriákat, vagy ha úgy tetszik, históriákat szedtem össze arra vonatkozóan, hogy vajon történtek-e valós, furcsa jelenségek a holdunk körül. Ha felkeltettem az érdeklődéseteket, akkor tartsatok velem a mai videóban, amihez kellemes kikapcsolódást kívánok nektek. ...1969 és 72 között zajlott a holdraszállás küldetése, amely küldetést az Apollo névre kereszteltek, és 6-szor szálltak a 3 év alatt a holdra. Ezek a programok a következőek voltak, az Apollo 11, 12, 14, 15, 16, és végül az Apollo 17. Mi most vegyük ezeket egy kalap alá az egyszerűsítés érdekében, és vegyük mindegyik elé az elsőt és leghíresebbet, azaz az Apollo 11-et. Az Apollo 11 1969. július 20-án teljesítette a küldetését, és landolt a Holdon, a Nyugalom tengerére keresztelt holdrészen. Tudom, hogy jobban hangozna a földrész, de ez egy holdrész, amely a Holdnak a földről is látható oldalának egy lávasíksága. A kilövés a Kennedy űrközpontból történt meg, és az Apollo 11 legénységét, melynek tagjai Neil Armstrong, Buzz Aldrin és Michael Collins voltak, 1969-ben egy Saturn 5-ös hordozó rakétával lőttek ki az űrbe. A rakéta méretét és tömegét érdemes megemlíteni, 110,5 méter magas, és pihe könnyű, mindössze 2.930.000 kg volt ez a csodálatra méltó szörnyeteg. Ez a rakéta három fő részből állt, és természetesen az űrben fokozatosan váltak le a modulok, amelyet az első fokozatában kerozin-oxigén hajtott. A modulok levált után a holdkompal Edwin Buzz Aldrin, a holdkomp pilótája, és Neil Armstrong parancsnok szálltak le a holdra, Michael Collins parancsnoki egység pilótája pedig az űrhajón maradt. Nos, ennyit az alapvető és kicsit töményebb információkról, és most kanyarodjunk rá arra, hogy egyáltalán megtörtént-e a holdraszállás. Az egész holdraszállás megkérdőjelezésének és tagadásának elmélete egy bizonyos Bill Kaysing röpiratának a megírásával kezdődött 1976-ban. Soha nem mentünk a holdra, Amerika 30 milliárd dolláros csalása címmel. Igen, ennyi pénzt emésztett fel az egész program, ami most sem apró pénz, hát még akkor 69-ben. Kaysing egyébként 56 és 63 között a Saturn 5-ös rakéta hajtóművének tervezésében dolgozott alkalmazottként. A holdraszállást tagadó emberek a következő idézőjeles bizonyítékokat hozzák föl érvnek. A felvételeken nem, vagy csak nagyon hiányosan lehet látni a csillagokat. Vagy hogy az árnyékok nem reálisak. A hajtóművek nem hagytak elegendő nyomokat. Vagyis ezt összefoglalva olyan hangulata vagy minősége van a képeknek, mint a stúdióban vették volna fel őket, vagy hogy kizárt, hogy már akkor rendelkeztünk olyan technológiával, hogy a holdra és a holdról való visszajutást is biztonságosan lehessen teljesíteni. Viszont van számomra egyetlen és viszonylag észszerű magyarázata annak, hogyha valóban nem történt meg a holdraszállás, akkor mi annak az oka, mi pedig véleményem szerint az, hogy javában dúlt a hidegháború Amerika és Oroszország között, és akár versengésből vagy bármilyen profitszerzési célból hazudott az egész világnak Amerika. Ami több dolog miatt lenne nagyon durva, egyrészt, hogy a világon 528 millió ember követte az eseményt, amit akkor mindenki bekajált volna, arról nem beszélve, hogy a mai napig ebben a tudatban élünk, és érdekes belegondolni abba is, hogyha ez tényleg hazugság lenne, akkor a média és a világ vezetői együtt bármit el tudnának hitetni az emberekkel, amire volt már a történelem folyamán párszor példa, de ezekre nem térnék ki ebben a videóban, de kétség nélkül ezen az egyik legnagyobb, vagy legalábbis a legnépszerűbb hazugság.
Egyébként a holdra szállásnak voltak pozitív hatásai, mint például a nemzetek közötti összefogás, feszültségek enyhítése, stb. És fontos azt is leszögezni, hogy több száz kilónyi holdkőzet és egyéb a holdon hagyott emberek által felvitt tárgya, mint például a leszúrt amerikai zászló bizonyítják azt, hogy a holdra szállás megtörtént, illetve fontos megemlíteni, hogy Oroszország és más nemzetek is elismerték hiteles és valódi eseménynek a holdra szállást. Amire jobban szeretném kiegyezni ezt a mai videót az az, hogyha megtörtént a holdra szállás, ami mondhatni elég valószínű, akkor azóta miért nem mentünk vissza a holdra, tehát 1972 óta miért nem küldtünk újra embert? Nézzünk meg erre egy pár érdekes históriát. Bevezetésképpen említsük meg a 2020 tavaszán nagyport kavaró felvételt, amit a chilei tengerészgyalogság tett közzé. A felvétel maga egyébként 2014-es, amit egy hőkamerával rögzítettek. Ezt az esetet azért éreztem szükségesnek megemlíteni, mert talán az első olyan eset volt a történelmünkben, amikor megörösítették, hogy egy UFO, azaz ismeretlen repülő tárgy látható a képen, amit nem tudnak beazonosítani. Ezzel elindult egy hullám, és azóta már volt rá példa, hogy nyilvánosságra hoztak felvételeket, és egyes források szerint a jövőben még több hasonló anyagról fognak beszámolni számunkra is. Még annyi információt erről a sztoriról, hogy a tárgy nagyon nem úgy mozgott, ahogy azt a földi gyártású járművektől megszoktuk, hanem ugrásszerűen, hirtelen lassításokkal és gyorsításokkal. A következő felvétellel már közelebb kerülünk a holdhoz. A Gemini 7-re gondolok, melynek fő célja egy olyan hosszú távú űrrepülés volt, amely megegyezik a hold utazásával, ugyanis a program 4 évvel a holdra szállás előtt 1965-ben valósult meg. Amiért ez most érdekes a számunkra az az, hogy a személyzet tagjai egy igen érdekes jelenségnek voltak szemtanúi. Vélhetőleg egy ismeretlen repülő tárgy követte őket. A legénység ezt jelezte is, és a következő párbeszéd zajlott le a földiekkel. Elég durva párbeszéd, és ami még ijesztőbb az egészbe, hogy elmondhatatlanul nehéz erre a felvételre rábukkanni az interneten, a kutatásaim során itt volt a legnehezebb dolgom. Ami már önmagában is elgondolkoztató, főleg, hogy pontos magyarázat azóta se jött az esetre, csak találgatások, hogy mik is lehettek azok a járművek, vagyis jelenállás szerint UFO-k. Nos, ennyi bevezető után, ami arra kellett, hogy viszonylag hiteles és stabil alapokon álljunk, térjünk rá az Apollo 10-re. Apollo 10. Az Apollo 10 a főpróbája volt a holdra szállásnak, vagyis ténylegesen elrepültek vele a holdig, ott letesztelték például a komp anyaűrhajójától való szétválasztását, az ereszkedés a holdfelszín felett, és még sok egyéb dolgot, szóval mondhatni, hogy azon kívül, hogy ténylegesen leszálltak volna a holdra, minden tesztet végigcsináltak 1969. május 18-án, vagyis körülbelül 2 hónappal az Apollo 11 tényleges holdra szállása előtt. Ezt a kis wikipédiás információt azért ejtettem meg, mert sejthetitek, hogy itt is történtek érdekes jelenségek. Az Apollo 10 legénysége az űrben a hold túloldalának környékéről, amikor is körülbelül 1 órára megszűnt a kapcsolat a föld irányítással, de egymás között tovább tudtak kommunikálni, énekszerű hangokra lettek figyelmesek. Azonban pontosan nem tudták beazonosítani, hogy ezek a furcsa hangok honnan is jöhetnek. Ezen felül észrevettek egy fehéren virágító, azonosítatlan objektumot is. Persze utólag jöttek a találgató magyarázatok, hogy az csak űrszemét, vagy egy műholdból leszek a darab, de a tárgy mozgásából megítélve ez elég valószínűtlen. Ami a leghidegrázóbb az egész sztoriban, hogy megkérdezték egymástól az űrhajón, hogy erről beszéljenek-e a földi irányításnak. Persze ezt úgy is lehetne érteni, hogy annyira jelentéktelen ez a dolog, hogy említése sem méltó, de a körülményeket tekintve én inkább gondolnék arra, mindenféle szenzációhajászás nélkül, hogy inkább nem merik megemlíteni,
vagy azért, mert senki sem hinni el, de ami még valószínűbb, hogy azért nem, mert titoktartások miatt nem akarták, hogy az emberek felé kiszivárogjon a felvétel. Plusz, ami még megdöbbentő az egész sztoriban, hogy ezt követően látványosan kerülték a témát az űrhajósok, illetve próbáltak úgy tenni, mintha mi sem történt volna, pedig hát történt. Hát az ilyen és hasonló eseményeknek mindig az lesz a következménye, hogy beindul az emberek fantáziája, és jönnek a teóriák, a találgatások, hogy mi hogy is lehetett. Most nézzünk meg három teóriát ezek közül, de az fontos elmondani, hogy ezek között azért lesznek bizonyítottan alátámasztott tények is, de majd érteni fogjátok mindjárt, hogy mire is gondolok. Nézzük is meg az elsőt. A Hold idősebb a Földnél. 1968-ban a Holdra szállás előtt a NASA kiadott egy R-277-re keresztelt 600 pontból álló jelentést, amikben összeszedtek minden addigi furcsaságot és jelenséget a Hold körül. Frederick William, a Vénusz felfedezője, aki hát a korának nem egy kis kalibere lehetett, arról számol be jelentésbe, hogy furcsa, mozgó fényjelenségeket látott a Holdon. A 600 jelentést úgy lehetne összefoglalni, hogy látható fénycsíkokat, érdekes színű felhőket és fényeket láttak úgy nagy általánosságban a csillagászok. Az Apollo küldetésekből földrehozott és megvizsgált kődarabokból következtetve feltételezhetően a Hold idősebb lehet a Földnél, ami egyrészt megdönteni az elméletet, hogy egy objektum becsapódását követően a Földből kiszakadt részekből állt össze a Holdunk, megbukik, és hát szabadon ereszti elég durván a fantáziát, főleg, hogy még az is előfordulhat, hogy a naprendszerünknél is idősebb, és másik naprendszerből került hozzánk. Higgyétek el, ezt nem én találtam ki, ezeket tudósok állítják. Úgyhogy ezzel egy még magasabb teóriára fogunk kapcsolni, erre a bizonyított tényre alapozva. Második, a Hold mint eszköz. Mikor az Apollo 12 holdkompját kísérletgyanánt visszaejtették a Holdra, és az alig 2 tonnás komp több mint 1 órás rezgés generált a felszínen a mérések szerint, ezt egyébként más módszerrel is lekísérletezték, és abban az esetben is megdöbbentő eredmény született. Nos, ebből arra következtetnek, hogy elképzelhető, hogy a Hold belső része üreges. Így ennek hatására 2 orosz akadémikus írt egy cikket a Sputnik című lapba, azzal a címmel, hogy a Hold az idegen civilizáció alkotása. Azt percegetik, hogy elképzelhető, hogy a Hold belsejét egy idegen létforma a nyersanyagai miatt elkezdte kibányászni és átalakítani, még egy másik naprendszerben. Véleményük szerint elképzelhető, hogy egy átszázott űrhajó volt a Hold, amivel közlekedni lehetett, és a külső részét beborították fémes és cementszerű anyaggal, előbb itt védelmi szempontból, utóbb itt pedig az átszázás miatt. Zárójel, ezért néz ki úgy a Hold, ahogy. Napjainkban pedig megfigyelő eszközként, vagy feltankoló állomásként is szolgálhat idegen járműveknek. Itt kitérnék rá, hogy ennek a teóriának azért jó alapot adnak a Holdon megvizsgált kőzetek is, amiről már beszéltünk, illetve a Hold legnagyobb krátere is, ami alatt egy óriási fémdarabot jeleztek a szondák. Illetve találtak a Hold felszínén vasoxidot is, ami a víz és oxigén jelenlétét feltételezi, ami meg az életre utaló jeleket adhatja, és ezzel kanyarodnék rá az utolsó históriánkra. Harmadik, kolóniák és különleges építmények a Holdon. Sokan vélekednek úgy, hogy a Holdon jelen pillanatban is van élet, főként az úgynevezett sötét oldalon vagy sötét Holdon, amit a Földünkről sosem látunk. Ezeket a históriákat általában a NASA vagy csillagászok által készített fotókra alapozzák. Példának okáért a NASA már a Holdra szállás előtt küldött fel szondákat és eszközöket a terepfelmérés érdekében, amikből készültek, nos hát eléggé furcsa képek, amiben tényleg sok mindent bele lehet magyarázni. Itt is van egy példa, amin egy toronyszerű építmény látható, hát tényleg elég érdekes ez a kép, nézzünk meg még pár para képet, amik a Hold felszínéről készültek.
Egyébként a rengeteg képből, amit a NASA készített a missziók során, volt jó pár, amin fekete pacák voltak, majd a későbbiekben érdekes módon, most ezt a szót idézőjelbe téve, megjavították a képeket, és lám, a pacák eltűntek. Hát ki tudja, hogy miket vagy kiket kellett gyorsan eltüntetni a képekről. A sok kráterek miatt számtalan alagút lehet a Holdon, amiben mellesleg könnyedén el lehet bújni is, mármint a idegen civilizációnak, nem nekünk embereknek, ezzel otthon senki ne kísérletezzen. Rengeteg képet találtak még a neten, de egyrészt sok elég kamu gyanús, és semmi kép nem szeretnék olyan felvételeket mutogatni, ami totál hiteltelen, másrészt meg sosem lenne vége ezen videónak sem. Befejezésül egy gondolat, hogy miért vittünk fel Armstrongék személyében például egy aranyozott olajfa ágat, ami ugye a békét jelképezi, vagy egy gravírozott plakettet, amin ott áll, hogy mikor mentünk fel a Holdra, kik vagyunk, és már megint a béke, csak most leírva is, hogy békével jöttünk. És még egy lemezt is, amin az elnökök hanganyagai találhatóak. Természetesen ez több dolog miatt is lehet, de ennek a kérdésnek a megválaszolását teljesen a ti fantáziátokra bízom. Természetesen könnyen előfordulhat az is, hogy a felvételeken, amiket megnéztünk, totál más látható, mint amit belemagyaráznak az emberek, de azért mielőtt elhamarkodottan hoznánk ítéleteket, ne felejtsük el a chilei eseményt, illetve a Gemini héten történteket sem. Azonban csak, hogy teljesen korrektek legyünk, van egy észszerű magyarázat annak, hogy miért állították le a Holdra járás misszióját, pedig azért, mert ezt a célt több alkalommal is sikerült rövid időn belül teljesíteni, és szimplán már nem volt több útra szükség, másra kellett koncentrálni, pláne annak tükrében, hogy az akkori amerikai költségvetés 4%-át emésztette föl a program, amin 400 ezer alkalmazott dolgozott, amit egész egyszerűen a NASA nem bírt volna önállóan finanszírozni. De hogy a sok dollár miatt, politika miatt, vagy a földön kívüliek miatt nem küldtünk már több mint 50 éve embert a Holdunkra, ezt talán egyszer a jövőben megtudjuk, de az is lehet, hogy erre sosem fog fényderülni, főleg ha belegondolunk, hogy hány felvételt hihettünk már hamisnak, ami igaz volt, és hányat igaznak, ami hamis volt, és ebből fakadóan mi a garancia arra, hogyha esetleg egyszer tényleg találkoznánk idegen létformával, és azt tényleges bizonyítékokkal alátámasztanák, hogy az bárki is elhinni. Dr. Isilbach, filozófus. Amire viszont biztosan választ kaphatok már most is, hogy hogyan sikerült a LEGO változata a NASA-s Holdcompnak, amivel a nyugalom tengerére landoltak, és amin elhangzott a legendás mondat, hogy a sas leszállt. Ugyanis a csatornára is leszállt az a bizonyos sas, úgyhogy ha van kedvetek, nézzétek meg azt a videót is, értékeltem a készletet, egy igencsak jól sikerült és hangulatos készletről van szó. Ez a videó viszont ennyi lett volna mára, ha tetszettek a látottak és hallottak, akkor lájkkal jelezzétek, és ha szeretnétek támogatni, hogy a jövőben is találkozzatok érdekes históriákkal, akkor nincs más dolgotok, mint feliratkozni a csatornára, illetve ha nem szeretnétek lemaradni, akkor benyomni a csengőt is. Én itt leszek, rengeteg érdekes témát fogok még elhozni, addig is látogassatok el az Insta, a TikTok és a Facebook oldalaimra is, Isilbach néven megtalálhattok mindhárom platformon. Találkozunk a következő videóban, addig is vigyázzatok magatokra, UFO és balesetmentes napokat nektek, sziasztok!